és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szeretem a tenger végtelenségét, a kisodródott kagylóit, köveit. Tel Avivban is felhők ígér a víz, és a kövek emlékeket őriznek, a halál és a gyász örökké valóságát. Judit egyenesen az Amerikai Egyesült Államokból, ahol megszédítette a közönséget, de nem csak a magyarul tudókat, hanem az angolul beszélőket is. Előadássorozatot tartott a Magyar Nagykövetségen és szerte Amerikában. Kezi csókolom, milyen volt az út visszafelé? Jó reggelt kívánok! Nagyszerű volt, egy Air France-szal érkeztem, és így gyakoroltam a francia nyelvtudásomat. Az nagyon jó, ez nem a hirdetés helye volt, kedves nézőink. Ez a repülőtársaság közlekedett, ezt tudott jegyet eladni Juditnak. Milyen volt a közönség? Washingtonban dr. Szemerkényi Réka és dr. Zinger Dávid úr hívtak meg a holokauszt... Hazánk nagykövete, igen. A holokauszt világnapja tiszteletére és a megemlékezésre, és a washingtoni nagykövetségen adtam elő a sétát, úgy, ahogy elmondta a kedves Péter, angol felirattal, zenei és filmbejátszással, és úgy gondolom, hogy a helyi társaság a technikát olyan tökéletesen mutatta és megoldotta, hogy a közönség valóban egy nagyon szép előadást láthatott, és utána a fogadáson beszélgettünk is. Egy tudósítónk beszámolt az eseményről egy videó felvétellel is, ahol egy hegedű művésznő szolgáltatta a zenét, és Judit énekelte például a szólakakast már. Igen, ez nagyon érdekes felütés volt, abból a szempontból, hogy barát Tamás urral találkoztam, aki segítette a New York-i produkció megszületését, ugyanúgy egy köszönettel tartozom Magyar Kálmánnak és Nagy Ildikónak, és az ottani Körösi Csoma programos Horváth Rékának, akik ilyen technikai bejátszásokkal, hát szóval erősített produkciót nemigen csináltak még, de tökéletesen megállták a helyüket. És valóban Barát Tamás úr a mennyét, aki egy kiváló hegedűművész, hát megkérdezte, hogy ha hegedülhetne Steffike, és akkor elgondolkoztam, hogy hogyan is lehetne beilleszteni ebbe a monodrámába. És akkor úgy gondoltam, hogy szeretvén a kint élő művészeket is bevonni a programjaimba, hogy egy dalt játszon el bevezetésképpen, és... Egy himnuszt. Egy himnuszt játszott el, gyönyörű, szép himnuszt játszott el valóban. És a szólakakasmát. Nem azt játszotta, bocsánat, hanem amit énekeltek az emberek erősítésként, megmaradásként, akár a vagonokban, vagy a táborban. Egy gyönyörű zsidó dallamot, és utána Hámos László úr bevezette az estet, és utána a filmbejátszásra, amelyet az imént láttunk a Séta dokumentum játékfilmből, azzal indult a monodráma, és a végén valóban, amikor befejeztem az utolsó kérdésre, hogy mit kell ezen túl csinálni, akkor döbben csend után kimentem, és együtt jöttünk be Steffivel, és valóban a szólakakasmát. Mert úgy énekeltem el, úgy gondoltam, hogy az ott ülők ismerik ezt a dalt, és szívesen velünk együtt éneklik. Én úgy érzem, hogy ismerték, hisz a felvételen látszik, hogy könnyeznek. Éneklik és könnyeznek. Nagyon megható volt valóban ez a pillanat, az záró pillanat is, és a darab előadása is, mert az írónő lánya New Yorkban él, Földes Ágnes. Milyen volt a vele való találkozás? Jó volt, azért hezitáltam egy picit, hogy mit mondjak, mert egy nagyon karizmatikus egyéniség, rendező szakot végzett Izraelben,
és a férjével, aki lengyel származású, és bridge világbajnok, Amerikában élnek, és eljöttek a fiúkkal együtt, a felnőtt fiúkkal együtt, és még soha nem látta a darabot Ágnes, és itt először. És beszélgettünk, találkoztunk már, de így a darab közelébe nem került, és utána meghívtak vacsorázni, és beszélgettünk a darabról is, meg a terveiről is, és nagyon megrázta őt, megrendítette mind a hegedű játék, mind pedig a darab előadása, és tényleg melbevágó volt. De Washingtonban is nagyon melbevágó megemlékezésen vehettem részt. A nagykövet asszony elvitt magával a Holocaust Múzeumban pontosan január 27-én, és ott ültem vele a nagyköveti sorban, és a műsor után az egyik oldalon ültek a túlélők és a túlélők rokonai, és a másik oldalon pedig a nagykövetek, és egy soronként fölállították az embereket mind a két oldalon, a rendezői jobbon és a rendezői balon, és egy-egy nagykövet egy túlélővel együtt ment mécses gyújtani, és én el is hoztam ezt a szép programot, és az a bácsi, aki kísért engem, Mark Kazanovnak hívták, ott állt mellettem, amikor meggyújtottam a mécsest a áldozatok emlékére, és ez nagyon megrendítő volt. Mindenek fölött azt hiszem, hogy ez volt a legmelbevágóbb emlékem. A tudósítást látván, nem is tudom, hogy mit lehet ilyenkor mondani, mint mindig most is jól szerepelt, magával ragadta a közönséget, és együtt emlékezett és emlékeztetett a közönséggel. Minden művészi tehetségét, szabad ilyen bulgárisan fogalmazni, bedobta, és győzött, hisz az emberek könnyeztek, és együtt emlékeztek. Washingtonban például, ezt meg kell mondanom, mert ilyen szépen hát beszéltél rólam, és a hitvallásomat is megfogalmaztad, szívemből beszéltél. Azt kell mondjam, hogy Washingtonban, amikor befejeztem az előadást, és lementem a színpadot, döbben csend volt percekig, és utána kezdtek el tapsolni az emberek, amikor felocsúttak, és én ott ilyen remegő inakkal a dr. Zinger Dávid vállán ott próbáltam összeszedni magam, hogy visszamenjek a közönség elé megköszönni, mert ez egy nagy vallomás részemről, és egyedül beszélni mindazokról, akik ilyen méltatlan és drámai sorsot kaptak az élettől, ez nagyon nehéz, de mindenképpen meg kell tenni, és meg kell tennem minden egyes alkalommal. Emlékeztünk, emlékeztél és emlékeztetted a közönséget, hazatértél, mi a legközelebbi állomás? Most nem utazom, hallottam a beharangozásban ezt a jövőképet. Most nem utazom, a legközelebbi feladatom 40 éves az Adi Múzeum, és szombaton az Adi Múzeumban a hajdani Adi és Csinszka otthont fogjuk köszönteni, úgyhogy irodalomtörténészek beszélnek, Elcsorba Csilla, Hegyi Katalin többek között, és én pedig az Adi Versmondó Szalon tagjait felkészítem versmondásra, és én is fogok Adi verseket mondani, Judit, mint az estházigazdája. Annyi időnk van, hogy egy Adiból idéz pár sort, így fejből. Nem tudom, hogy az a lakatos Misi, aki Adi kedvenc dalait játsza, ezelőtt a vers előtt fog játszani, vagy ez után, amit most el fogok mondani. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény.
De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének. Szeretném, ha szeretnének, s lennék valakié, s lennék valakié. Gulácsi Lajos, amikor meghallott ezt a verset Nagyváradon, akkor felment Adihoz és átölelte, mert úgy érezte, hogy lelki rokona. Szeretném, ha szeretnének, mi is szeretnénk, ha szeretnének minket. Az elmúlt percekben Havas Judit előadó művész, irodalomtörténész és televízión kedvence volt a stúdió vendége. Most a híradó, utána tartsanak velünk továbbra is. Mára befejeztük reggeli műsorunkat, jönnek a délelőtti magazinok, visszavárjuk Önöket a viszontlátásra. Thank you.